A másodosztály záró találkozójának a Gyirmocs Siófok mesnek nincs nagy tétje. A hazaiak mégis ugyanolyan komolyan veszik utolsó MB2-es bajnokiukat is, mint az eddigi összecsapásokat. Annak ellenére, hogy matematikailag megvan a bajnoki cím, annak ellenére minden játékos maximálisan motivált, és igyekszünk úgy készülni, hogy semmiképpen sem eresztünk le, hanem már készülünk az NB1-re. Az utolsó meccset követően 2 hét szabadság vár a játékosokra, aztán lendületből szeretnének neki menni az első osztályra való felkészülésnek. Addig a vezetőségnek és a szakmai stábnak lesz lehetősége a csapat megerősítésével foglalkozni. Konkrét igazolásunk még nem realizálódott, tehát ugye én azt továbbra is mondom, hogy azokat a játékosokat én szeretném megtartani, akik kiharcolták ezt a sikert. Tehát 3-4 új játékos igazolását tervezzük, ez vagy fiatal játékosok lesznek, vagy pedig egyből bevethető játékosok. Nem kérdés, a csapat házatáján már az első osztály a téma, de azért az utolsó MB2-es bajnokira is várnak minél több szurkolót az Alkufel stadionba, a Siófok elleni meccsre vasárnap 18 órakor, a mérkőzés után adják át a bajnok csapat tagjainak az aranyérmeket.